Köszönjük, és köszönjük szépen a figyelmet. A dombóvári kistérségben körülbelül 33 ezer a lakosság száma. Ehhez képest csak töredéke 2000 fő, azaz a helyi lakosok 6%-a megy el rendszeresen vért adni. November 27-e az évtizedek óta már a véradók napja Magyarországon. Ebből az alkalomból gyűltünk ma mi is itt össze a kórháznak a kápolnájában, hogy az aktív véradóinknak megköszönjük azt, hogy segítik a betegeink gyógyulását. A dombóvári kistérségben körülbelül 33 ezres lakossággal számolhatunk, ehhez képest 2000-2300 fő az, aki évente véradásra szokott nálunk jelentkezni. Hagyományosan hetente két intézeti véradónapunk van, és havonta 3-4 alkalommal járjuk a vidéki falvakat is, hogy megfelelő vérkészítménykészletet tudjunk a kórház betegeinek biztosítani. Sok szeretettel várunk minden 18 és 60 év közötti egészséges véradót. Egyrészt kapnak egy szűrővizsgálatot, amivel az egészségi állapotukat hogy körülbelül fel tudjuk mérni, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében azért segítsenek nekünk, mert bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy vérkészítményre van szüksége. 25-szörös véradókkal kezdjük majd a mai ünnepségünket. Érem és oklevél átadásban részesülnek majd a 25-szörös, az 50-szeres, a 75-szörös és a 100-szoros véradóink, és az összes többi kerek véradószámmal rendelkező véradónk is oklevelet, illetve ajándékcsomagot fog kapni ebből az alkalomból. Egyre több olyan műtétet és orvosi beavatkozást végeznek, ahová elengedhetetlen a vérpótlás, hangsúlyozta a Szent Lukács Kórház főigazgatója. Hagyományosan megrendezzük ezt a véradó ünnepséget, most már több éve, illetve helyt adunk helyesebben a Vöröskereszt által szervezett megemlékezésnek, és köszöntjük a véradóinkat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok vérre van szükség a mai világunkban, a mai gyógyításban is, és soha nem lehet ebből elég, hiszen olyan műtéteket, olyan beavatkozásokat végzünk most már egyre súlyosabb állapotú betegen a technika tudomány haladásával, amely nagyon sokszor vér igényel. Gondolok itt a baleseti sebesülésekre, a daganatos betegségekre, vagy újabban rengeteg alvadásgátló gyógyszert szednek betegek, és ha ezek a betegek bármilyen olyan betegségbe vagy sérülésbe kerülnek, ami invazív műtéti beavatkozást igényel, ott biztosan vérre lesz szükség. Örömmel mondhatom, hogy kisvárosi kórház lévén is önálló véradó állomással transzfuziológiai osztállyal rendelkezünk, és igyekszünk megszólítani a lakosságot, mert erre szükség van. Kimegyünk helybe is, különböző nagyobb cégekhez, intézményekhez, ez a napi gyakorlat. Általában azt tudom mondani, hogy a véradóink belterjesek, hogy így mondjam, tehát van egy szűk kör, amelyik most már hosszú évek óta, évtizedek óta folyamatosan adja a vért. Természetesen csatlakoznak hozzájuk újabbak is, de ez munkát igényel a részünkről, folyamatos kampányt kell nekünk ehhez biztosítani. Dombóvár alpolgármestere elmondta, náluk családi hagyomány a véradás, így ő belenőtt az önkéntes segítségnyújtásba. Véradás az nálunk családi hagyomány, édesapám az Budapesten a 14. kerületben volt a fő véradó szervező, tehát én belenőttem ebbe, és amikor később olyan helyzetbe kerültem, olyan pozícióba iskolaigazgató lettem, akkor valahogy ezt egy küldetésnek éreztem, és kitaláltuk azt, hogy véradó napokat szervezünk a szülőknek, hát nyilván a gyerekek nem lehet. Ez úgy néz ki, hogy a fogadórával egy napon van, előre meghirdetjük, és akkor jönnek a szülők fogadórára, úgyis ott vannak, és két tanteremben van rendezve, és hát most már hála Istennek három ágyon megy a véradás egész délután. Általában 40-50 véradó jön össze egy-egy ilyen alkalommal. November 27-e a Magyar Véradók napja. Ebből az alkalomból köszöntötték a térség véradói Dombóváron a Szent Lukács Kórház kápolnájában. A programot a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei és Dombóvár városi szervezete rendezte immár harmadik alkalommal. Az ünnepségen okleveleket és ajándékokat adtak át a dombóvári térség aktív véradóinak, akik több éven keresztül rendszeresen járulnak hozzá mások életéhez, ezzel is társadalmi felelősséget vállalnak. Többen már akár 70-80-90 alkalommal is adtak vért. Egész korán, már több mint 20 éve adtam először vért,
És nagyon fontosnak tartom, hogy ez olyan dolog, ami nekünk nem kerül pénzbe, viszont életeket menthet vele. Most kaptam a 40-szeres elismerésemet, aminek nagyon-nagyon örülök, és épp azt számoltam az előbb, hogy 65 éves koromig még hány véradás fog beleférni, ha az egészségem is úgy engedi. Szeretném megköszönni itt, hogy a társadalom azért odafigyel a véradókra, ha túlságosan nagy anyagi elismerés nem is, de legalább erkölcsi elismerést kapunk, és azt hiszem, ez van legalább annyira fontos, mint az anyagi elismerés. A véradás az szerintem az életünknek azért jó, mert hál' Isten, nekem nem kell, hogy kapjak, de addig, amíg másoknak az életet meg tudjuk menteni, és másoknak ez nagyon jó dolog, addig fogok vért adni, még egy éven van rá, és addig, amíg vért adok, addig tudom, hogy egészséges vagyok. Évig 2000-2300 véradás történik Dombóváron, amelyből a kórház felhasználása 1000-1100 egység. A többi vérkészítmény az ország más területein kerül felhasználásra.